Köszöntöm az O2 televízió nézőit, innen a Győrszent Iváni Fesztiválról, eheti fesztivál TV adagjukat innen szívhatják magukba. Ma például megpróbálunk majd beszélgetni az Aurora együttes képviselőivel, itt lesz majd a Lord, és Pataki Attilát is majd mikrofon végre kapjuk az Eddából, és sok-sok érdekességre lehet még számítani, úgyhogy belevetjük magunkat a tömegbe, tartsanak velem! You the first thing I'll choose, but the last thing I need. Girl, I'm stuck on you, so it's so hard to set me free. You the first thing I'll choose, but the last thing I need. 'Cause you're a liar, liar. It was the love, pain, sweat, time that made me stick when I was sick of the lies. The years, smiles, fights. And now that I left you, I cried through the mic. You was quick to slip the slickest lies. I'd be surprised how you get your calm. Every time you admit the seat would hit the sheets. And suddenly when you're on the bedroom floor, mama use a liar. Mi vagyunk A Győrszent Iváni Fesztivált 5. alkalommal rendezitek meg. Mi a célja ennek a mostani idei fesztiválnak? Mint minden eddigi fesztiválnak a célja az, hogy a Lurka Alapítványt támogassuk. Idén a Lurka Alapítvány West Merlin-t vásárolt, és ehhez szeretnénk hozzájárulni anyagiakban kellőképpen, hogy a gyermekek gyógyulását ezzel is elősegítsük. Mit kell tudni erről a West Merlin-ről? Miben segít ez a rászoruló gyerekeknek? Megmondom őszintén, erről egy kicsikét bővebben és szakszerűbben a Bettike tud. Annyit tudok, hogy tüdőfibrózisba szenvedő gyermekek fogják használni, illetve használják már, és az náluk lerakódott váladékot rázza fel, ezzel könnyíti meg gyakorlatilag a mindennapjaikat. Most pedig a következő percekben kiderítjük, hogy mi a titka annak a finom kis kajának, amit én minden ilyen fesztiválon szeretek fogyasztani, és már kipróbáltam tegnap itt is. Ez pedig az úgynevezett kenyérlángos, a langalló. Ezt nagyon sok helyen sütik már, most kiderítjük, hogy mi a titka ennek. Bocsánat, sziasztok, megtudhatjuk, hogy mi a titka a jó langallónak? Jó langallónak? Jó szakácsnő. De hogyan készül a langalló? Hát ez egy kertésztából készül, ami fokhagymás öntettel van megkenve, hagymakarikákkal, békön és sajt van rászorva. De ugye két lényeges része van ezek közül, az egyik ez a töltelék, illetve ami rákerül, az alsó része pedig ez a kenyértészta. Na most ez a kenyértészta, ez hogyan készül el? A szakácsnőt. Megkérdezzük őt, hogyan készül a kenyértészta a langalóhoz? Kenyértészta, hát kenyér, étolaj, egy kis élesztő, és szinte ennyi, össze kell gyúrni. És akkor ebbe a kemencébe készül-e? Nem, ő csak dísznek van itt, mert megsérült az út folyamán, és bent sütjük egy nagyobb kemencébe. És fogy a langalló rendesen? Ez mindig olyan népszerű szokott lenni? Nem volt valami hűde jó forgalmunk, most az elmúlt két napban várjuk a folytatást. Sziasztok! Melyik zenekar kedvéért jöttetek ki? Tessék? Melyik együttes kedvéért jöttetek ki? Edda. Edda a nagy kedvenc. Láttátok az imént az Aurora buliát is? Nem. Nem láttátok. Meg és a Lordot megnézitek? Igen, megnézzük. Oké, és a három nap alatt még lesz valami produkció, amire kíváncsiak vagytok? Micsoda? Vagy csak az Edda? Nem, még lesz. Melyik lesz még, amire mit megnézzük? Mit néztek még meg? Ellen Junior. LL Junior, azért ez két különböző szegmens. Igen, igen. Mind a kettőt szeretitek. Csak én szeretem. És mi a véleményetek erről a fesztiválról, hogy tetszik eddig? Hát még csak most jöttem ki először, úgyhogy nem tudom. Biztos jó lesz. Oké, köszönjük szépen, jó szórakozást. Sziasztok! És akkor egy nóta.
Bejelenteni maradban, így van. Csak azért, hogy vegyünk levegőt mi is. Nagyon örülök neki, hogy újra játszottunk ezen a színpadon. És nagyon örülök neki, hogy azért a rossz idő ellenére mégis azért egész szépen számmal összejöttünk. És azért látom vidám arcokat, hogy mi kis vidám zenékkel megpróbáljuk átültetni hozzátok, és hogy ezekben a nehéz hétköznapokban kicsit ti is boldogabbak legyetek. De sajnos el kell mondanom, hogy vannak emberek, akik nem valami boldogok, és nem ők tehetnek róla, hanem más dolog, és elsősorban a gyerekekre gondolok. Múlt héten voltunk egy sajtótájékoztatón itt a nyár fesztivál keretében, és ott olyan dolgokat láttunk, és hallottunk, és beszélgettünk róla, hogy ott a zenészek szemében megcsillant egy könyv, ugyanúgy a miénkében is, és úgy döntöttünk, hogy mi így is boldogok vagyunk, nem kell ennél több, és amit mi itt a fellépésért kapunk, ez a kis gázsi, azt mi 100%-osan felajánljuk a Rulko alapítványnak, aki majd eljutatja szépen a megfelelő helyekre a gyermekkórházba ezeknek a betegeknek. Úgyhogy igazándiból csak annyit szerettem volna mondani, és köszönöm szépen. A háttérben már hangol a Ladány Bene 27, viszont az imént volt egy nagyon érdekes és nagyon megható történet a színpadon. Nem a tombola sorsolásra gondolok itt, hanem ami az előtt történt. Megköszönted azokat az adományokat, amelyeket eljutattak hozzátok. Hogyan értékelnéd a rendezvényt, hogyan zárult a Rulko alapítványnak ez a jótékonysági akciója? Hát azt hiszem eljött a meghatódás pillanata, és csak annyit tudok mondani, hogy mindenkinek köszönöm. Az a póló, ami rajtad van, az egy sárga póló, de van egy különleges története is. Ennek nagyon különleges története van. Kis Attilám tudja, hogy szeretem őt a sárga pólóba, és újabban a kórházba, ha jön kontrollra, mindig sárga pólóba jön. És nagyon meglepett engem ma, hogy sárga pólóval érkezett ide a fesztiválra, amit én tőle kaptam ajándékba. De amit láttam, rajtad is sárga póló van, igaz? Igen, csak egy kicsit hűvös van, úgyhogy nem vettük most le. De nagyon jól áll rajtad. Igen. De te is kaptál itt valamit, megmutathatjuk a nézőknek? Mi mindent kaptál? Mi minden van ebben a táskában? Nézzük meg, mit nyerti a tényleg. Ó, micsoda autó. Szereted az autókat? Igen. Melyik a márka a kedvenced? Az nincs. Nincs kedvenc, mindegy, csak autó legyen, igaz? Igen. Akkor olyan vagy, mint én. Van itt benne még sok minden, mindenféle. Ruha, baseball sapka, ó, micsoda. Teheted a sapit, úgyis. Az is Chevrolet, és az is autós. Aha, feltesszük, gyere. Szereted a baseball sapikat? Igen. Na, nézzük. Ó, ugyanolyan. Nagyon jól áll. Sárgához jól megy a kék, nem? Igen. Horváth Gyula vagyok, a Lufis. Nagyon jó a rendezvény, megdicsérem a rendezőséget. Ez Győr-Szent Ivánnak ez egy nagyon szép rendezvénye, reméljük, hogy többször is megtartják. Nagyon jól érzi magát mindenki, csak az időjárás nekünk kellene, de hát Szentpéternek nem tudunk mit tenni, úgyhogy reméljük, hogy holnap jobb idő lesz. Az egész tévénézőknek és mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánok a rendezvényre. Lehet még lufiból üzletet csinálni? Veszik még a lufikat a gyerekeknek a szülők? Azt mondanám, hogy valamennyire veszik, de a válság mindenre kihatással van. Én Budapestről jöttem, de azért jövök az ország nyugati felébe inkább, mert itt még azért az embereknek van úgy munkájuk, azért az a pár forint még kiakad, de már ha keleti félre mész az országnak, akkor ott már az nagyon szegény a válság miatt. Látom, hogy itt lufiból is változott a trend, a 21. század azért ide is belopta magát. Ilyen lufiba, lufiba tömött lufi, igen. Megmutathatom? Mutass, nézzük meg. Mutatom, hogy hogy fújjon föl. Oké, nézzük, nézzük meg, nézzük meg, nézzük meg. Na, kíváncsian várjuk. Ez otthon úgy készül, megveszem ezt a lufit, ez olasz lufi, veszek ilyen könnyű beton nikecel gyöngyöt, beletöltöm, ez úgy készül, megmutatom. Hoppá. Megvan a két lufi. Így összegöngyölöd, ez saját találmány, csak sokan lekopírozták, kár, hogy nem védettem le, így beledugod. Így, és benne van, és figyeld a két. Oké. Okay. Győrbe ezt még szeretik az emberek, mert még itt annyira nem terjedt el a lufis kollégák között, hogy ebből van valami profit, ami hoz valamit a konyhára. De érdekes formája is van.
Ezzel a lufival Budapesten is levettek, méghozzá 2006 szilveszterén. És mennyire tartós ez a lufi? Hát kedves uram, ha jól megkötöm, 3 napig bírja a hélium benne. Így, mi? Szabad ide főnapon. Hogy mik vannak? Ez így a gyerekeknek egy nagyon szép örömöt okoz, ugyebár tetszik benne, hogy pörög nekik a lufi. Legközelebb meg már úgy akarom ilyen esti rendezvények, teszek bele ilyen világító gömböket, és így az esti rendezvényeken fog pörögni magától. Wow, ötlet mindig van, köszönjük szépen, sok sikert hozzá! Áldását kívánom minden tévénézőnek is, a legjobbakat is a vásárból, minél hamarabb menjünk ki. Köszönjük szépen! Legjobbakat!